Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 13-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak Bobori Zoltánnal, amelynek apropója a közelmúltban megjelent Allék és Ösvények című kötet. Majd két színházi anyag következik, ellátogattunk a Vörösmarty Színház és a Szabad Színház házatájára is. Tartsanak velünk! Allék és Ösvények címmel megjelent Bobori Zoltán az elmúlt években elmondott beszédeiből, megjelentetett jegyzeteiből, alkalmi írásaiból született kötet, amely megerősíti városunk díszpolgára sokoldalú személyiségének ismert vonásait, mindazt, amely a költőt, a kulturális szakembert, az embert szerethetővé teszi. A kötet támpontul, visszatekintésül szolgál, és egyben az elmúlt évtized jelentős eseményeinek összefoglalása is, de ugyanúgy gondoskodó tisztelettel kísérel bennünket a hétköznapok útvesztőiben. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Kezemben tartok egy kötetet, nagy örömmel mutatjuk be. Bobori Zoltán Allék és Ösvények, jegyzetek, alkalmi írások és beszédek című kötete megjelent, és ez óriási dolog ebben a, azt mondom, lelassult, embert próbáló koronavírus járványjal terhelt világban. Vendégem pedig Bobori Zoltán, természetesen, szervusz, tisztelettel köszöntelek. Nos, hát ne pazarold másra a lelket, csak ami örök, minden egyéb vétek, elhullajtott nemes agancs, vadorzó léha erdőjároknak kénye kedvére, őrizd, amiről hiszed, halálig tartó kincs. Ez szerepel a kötet hátoldalán. Én azt gondolom, hogy egy olyan könyvet tartunk, a jegyzetek, alkalmírásokkal, beszédek, elhangzott beszédek, az elmúlt időszak termése ez tőled, ami példa arra, hogy miként lehet közelebb hozni az embereket nem a múlthoz, hanem ahhoz a pillanathoz ismét, amit megidéztél itt. Honnét jött a gondolat? Nagyon, nagyon jó ötlet, mert még magamnak is föltettem nem is olyan régen, és akkor eszembe jutott, hogy az egyik városi ünnepség, már pontosan nem tudom, valamelyik városi ünnepség után odajött hozzám Varga Tamás államtitkár úr, és azt kérdezte, hogy megőrzöm-e ezeket a beszédeket, és hogy és ő majd szeretné egyszer ezt olvasni. De ez néhány évvel ezelőtt volt, és azóta is bennem van ez a gondolat, de hát az embernek sok mindenre elmegy az ideje, meg az energiája, nem a saját dolgaira, de most ez a nemzetpróbáló pandémia, ez megteremtette mondjuk ezt a kényszerű lehetőséget, hogy összegyűjtöttem ezeket az írásaimat, alkalmi írásaimat, és hát hála Istennek néhány baráti támogató segítségével megjelenhetett ez a könyv. Ez egy tematikus könyv, tehát ha megnézzük itt a tartalomjegyzéket, akkor láthatjuk, hogy először is mi lesz velünk, mi vár ránk, tehát a damaszkuszi úton, amivel kezdődik, ami egy nagyon nagy példa nekünk, hiszen az egy nagyon-nagyon fontos időszak volt az életünkben is, és utána jó nekünk a régi himnusz, tehát szoboravató, magyar kultúra napja, természetesen azért vannak benne a pákozdi, hiszen a pákoszhoz kifejezetten kötődsz, a Doni kápolnához, kopjafaállítások, aztán szépen emberül Kádár Lajostól P. Horváth Lászlóig, Lukács Józsefen át Péntek Imréig, nagyon-nagyon sok minden, és egy csomó olyan kiállítás is a Vörösmarty Társaságban, ugye a Vörösmarty Társaság termében, a Kossuth utcában számtalan olyan tárlat volt, ami azt hiszem, hogy példa nekünk. És most, hogy visszatekintünk, ugye én átolvastam már, arra jöttem rá, hogy nagyon jó egy kicsit a múltban kutakodni. És arra pluszban, hogy mennyire emberközpontú mindaz, amit leírtál akkor, illetve elmondtál. Hát az nagyon-nagyon megtisztelő, amit mondasz. De kicsit el is mosolyodtam, mert valóban
arra jöttem rá, hogy amiről ezek a megemlékezések, jegyzetek, beszédek, visszaemlékezések, vagy akár egy könyvnek a recenzióról szólnak, ezek mind fűznek engem valakihez, akit nagyon, vagy valamihez, vagy valamikhez, amit én nagyon szeretek és nagyon tisztelek. És talán az olvasó is fogja érezni ezt a szeretetet, meg ezt a tiszteletet. És én remélem, hogy azt a megbecsülést is, amivel én például a kiállítás megnyitókra készültem, és igyekeztem olyan beszédeket mondani, amit nem szárazon a kiállítási anyagról, vagy a kiállítóról szóltak, hanem annak a mondani, az egész tárlatnak mondjuk a mondani valójára, vagy a rendezvénynek a lelki tartalmáról szólnak. Hát itt persze nyilvánvaló, hogy az ember elfogult, mert sok barát, nagyon jó barát, sok ismerős érintett ebben a dologban, akár egy kiállítás megnyitóban, vagy egy könyv recenziójában. Ami nagyon kedves számomra, és ezt tiszta szívből mondom, az a városi rendezvényeken elmondott beszédeim. Azt hiszem, hogy mások is érezhették azt, hogy mindez az én városom iránti nagy tisztelet jele egyúttal. És ezt őszintén mondom, hogy mindig nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy ebben a városban valami feladatot kaptam, amit hát szerettem volna tényleg legjobb szívvel és lélekkel abszolválni és elvégezni. A város díszpolgáraként, a Vörösmarty Társaság elnökeként nagyon sok mindent tettél azért, hogy a kultúra középpontba kerülhessen a Kossuth utcában, de a Kossuth utcán túl is, tehát a Vörösmarty Társaság székházáról beszélünk. Én azt gondolom, hogy az a fajta tematika, amit te itt alkalmaztál, az rádöbbenthet bennünket arra, hogy milyen csodás volt ez az elmúlt időszak, minden egyes pillanata. Nekem az, Lajos, te persze voltak fájdalmas pillanatok, meg vannak is, meg fájdalmas időszakok, meg csalódások, de éppen a feleségemnek mondtam valamelyik nap, akinek nagyon sokat köszönhetek, hát ezt nagyon jól tudod, hogy hála jó Istennek egyelőre még a mérleg a sok-sok öröm meg a megbecsülés felé billenti ezt a helyzetet. Hát persze, hogy fájnak az embernek a keserűségek, meg az ilyen állapotok, mint például, ami most a Vörösmarty terem körül van, hát teljes a bizonytalanság, nem tudjuk, hogy mikor fogjuk újra birtokba venni. Azt kétségtelen tény, és ez tulajdonképpen biztatást is ad nekem, hogy a társaság tagjai tényleg már remegve várják azt a pillanatot, vagy azt az időszakot, amikor... Mi magunk is így vagyunk ezzel. Igen, hála jó Istennek. És én abba bízom, hogy amikor majd túllendülünk ezen a szörnyűségen, ez egy világháború, ezt nem szabad finomítani, szépíteni ezt a dolgot, de hogyha túl leszünk ezen, akkor elsősorban a jó fog előtérbe kerülni, és a tisztesség, és a becsület, és az elkötelezettség. Hát nekünk, nekem is, és azt hiszem, hogy minden író ember számára, de talán minden nemzetében gondolkodó ember számára nagyon fájdalmas az, hogy ebben a helyzetben ezzel szemben álló hangok és írások jelennek meg, és hát ez egy nagyon szomorú dolog a nemzet ilyen rendkívül nehéz helyzetében. Hát a jó Isten segítse meg azt, aki most ebben részt vesz. Mindenesetre a kultúrabarátok és az olvasók megerősítést kapnak mindenképpen ettől a könyvtől. Térjünk vissza rá, annál is inkább, mert hogy a tematikával kezdtük. Én most arra kérlek téged, hogy nyisd ki bárhol, és egy rövid gondolatsort bárhol kinyithatod, mert hogy én magam tapasztaltam már, hogy bárhol is teszem, bármit olvasok belőle,
az mind nagyon-nagyon valóságos, mind elvezet, megmutatja annak a mélységét, ami ott az adott pillanatban történt. Hát ha szabad, akkor itt elsősorban egy nagyon idevágó idézettel kezdeném, mégpedig a Bori Enő emlékkiállításon elmondott beszédemet egy Vas Albert írással kezdtem, az előhanggal. Én egészen biztos vagyok benne, hogy te ismered ezt, és talán sokat tanulhatunk belőle most is. Tehát Vas Albert előhang. Volt egyszer egy ember, az ő háza udvarán oszlopot épített az ő istenének. De az oszlopot nem márványból faragta, nem kőből építette, hanem ezer meg ezer apró, csillámló homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. És az emberek, akik arra járva látták, nevették rajta, és azt mondták, bolond. De az oszlop nem épült, de csak épült, egyre épült, mert az ember hittel a szívében építette az ő istenének. És amikor az oszlop készen állt, az emberek még mindig nevettek, és azt mondták, majd a legelső szél összedönti. És jött az első szél, és nem döntötte össze. És jött a második szél, és az sem döntötte össze. És akárhány szél jött, egyik sem döntötte össze, hanem mindegyik szépen kikerült az oszlopot, amely hittel épült. És az emberek, akik ezt látták, csodálkozva összesúgták, és azt mondták, varázsló. És egy napon berohantak az udvarára, és ledöntötték az ő oszlopát. És az ember nem szitkozódott, és nem sírt, hanem kiment megint az ő udvarára, és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az ő istenének. És az oszlopot most sem faragta márványból, sem nem építette kőből, hanem megint sok-sok apró homokszemcséből, és a homokszemcséket köddel kötötte össze. Nagyon-nagyon szeretnénk, azt hiszem mindnyájan, hogyha a mi oszlopunk ezután, a szörnyűséges időszak után is újra tudna épülni és fölépülne. Hát bizalommal tekintünk a jövőbe természetesen, de nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a kötetben jószerűvel minden ott van, ami Székesfehérvár kulturális életét jellemzi. Mi mindent kell tennünk most ebben az időszakban azért, hogy legalább az indítatásunk megmaradjon? Hát nagyon sok kívánságunk van ilyenkor ebben az esetben, de a legfontosabb talán az, hogy már úgy értem, hogy a közösség felé, de a legfontosabb talán az, hogy önmagunk felé tegyünk fel kérdéseket, és önmagunknak fogalmazzunk meg olyan kívánságunkat, amivel hozzá tudunk járulni ennek a nemzetnek az életben maradásához, és az új életnek a fölépüléséhez. Új élet fog kezdődni, ezt azért valamennyien tudjuk, azt hiszem. De hát mindenkinek, a saját magának kell óvni a lelkének az épületét. Ez most a nagyon fontos. Alap van. Minden embernek megvan az alapja ahhoz, hogy a lelke épülete az egy szilárd épület legyen. Nem akarom most ebbe az irányba túlságosan elvinni a dolgot, de nyilvánvalóan, hogy annak van erős alapja, aki tudja, hogy nincs egyedül ebben az épület fölépítésében, hanem ebben segítenek. Így van, rendkívüli felelősség a miénk, a tiétek, az írástudóké, és azt gondolom, hogy például most a Vörösmarty Társaság új felhívása is ezt jelzi, hiszen azt tudjuk, hogy számtalan olyan szerző van, beszámoltunk egy csomó kötet megjelenésekor arról, hogy nagyszerű kötetek színesítették az elmúlt időszakot, Vörösmarty Társaság ebben élen jár, és nem csak Székesfehérváron, hanem az országban is, hiszen számtalan példa van arra, hogy hol mindenhol jelentek meg a Vörösmarty Társaság illusztris tagjainak versei, novellái. És ezért is fontos ez a Miért tetszik felhívás, amellyel éltél. A Híradóban már beszámoltunk róla, de most lehetőség nyílik arra, hogy itt ismét elmondjuk.
most egy olyan szépkorú társadalmat szólítottátok meg azzal, hogy kritizáljanak, mondják el a véleményüket. Nem feltétlenül kritikára gondolunk, tehát a szó abban az értelmében, ahogy ezt megszokhattuk. Sokkal inkább, ha egy kicsit ráébresszük őket, hogy érdemes visszatekinteni, elgondolkodni azon, amit olvastak egy-egy könyvben, hiszen számtalan módjuk és lehetőségük van rá. Úgyhogy beszéljünk erről a pályázatról egy kicsit. Hát ez is része annak a törekvésünknek, hogy ezt az időszakot az emberek minél könnyebben, hasznosabban és értékesebben tudják átélni és eltölteni. Megszólítottuk már, tudod nagyon jól, a fiatalokat, megszólítottuk a középkorúakat különböző pályázatokkal, és most az idősekre gondoltam, és azokra a nyugdíjas közösségekre, amiből sok van ebben a városban, és nagyon aktívak, és rendkívül kreatívak, és érdeklődők ezek a nyugdíjas közösségek. És hát arra gondoltunk, hogy az ő idejük se teljen el a lehetőségekhez mérten haszontalanul és oktalanul, hanem kiírtunk egy ilyen pályázatot. Adtunk támpontokat a vers szerető embereknek és az irodalom kedvelő embereknek, azoknak a kiadványainknak a felsorolásával, amik itt megjelentek. Tehát utána tud nézni, hogy az elmúlt 10 évben például milyen versek jelentek meg Székesfehérváron, kiktől milyen versek, hát nem akarom felsorolni most ezeket a kis antológiákat. Már kaptunk pályaműveket, és én remélem, hogy ha nem is olyan nagy létszámban, mint például a gyerekeket megszólító pályázatok, de ez is eredményes lesz. És közben gondolkoztam azon, hogy elmondjam-e neked itt a nyilvánosság előtt legelsőnek azt, hogy nagyon nagy tervem van. Mégpedig a következő évre, amiről tudjuk, hogy az Aranybulla 800. kikiáltásának a 800. évfordulója, ki fogunk írni. Most természetesen még a Vörösmarty Társaság autentikus tagjaival ezt pontosítani kell. Ki fogunk írni egy olyan pályázatot, illetőleg egy olyan díjat, hogy Aranybulla díj. Ezt egyrészt szépírások, tanulmányok, történészek pályázatából fogjuk megjelentetni, illetve írásaiból fogjuk megjelentetni, és egészen biztos vagyok benne, hogy Cserpalkovics András polgármester úr az ügy mellé fog állni, és valamikor az Aranybulla esztendejében ezt valami ünnepélyes keretek között valaki itt Székesfehérváron ezt az Aranybulla díjat, ami egyedüli lesz, és megismételhetetlen az évforduló miatt, ezt meg fogja kapni. Történjék így, érdeklődéssel várom. És hát izgatottam. Kíváncsi vagyok. Nos, hát, és akkor búcsúzzunk Pálfalvi András gondolatával, aki az előszóban így fogalmaz. Bobori Zoltán visszatérő, valójában soha el nem hallgató kiáltása a haza, a szabadság védelme nyelvében, létében egyaránt, így csupa nagybetűvel, ott vannak, hol rejtve, hol kibontva valamennyi írásában. Végezetül, ami átsugárzik minden írásán, a törhetetlen optimizmus, a bizakodás, hogy dolgaink megoldódnak, csak tennünk kell értük, és a gondviselés kegyes lesz hozzánk, mert Bobori Zoltán hisz a gondviselésben. Történjék így. Na és nagyon szépen köszönöm, hogy ezzel fejezted be a beszélgetésünket, mert így akkor elmondhatom, hogy nagyon szépen köszönöm Pálfalvi Andrásnak is az előszavát, és mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a könyv megjelenhessen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Kedves nézőink, tehát ne feledjék, Bobori Zoltán Allék és ösvények, jegyzetek, alkalmírások és beszédek című kötete már rendelkezésükre áll, olvassák, fontos, megéri. Most pedig mi folytatjuk a Paletta magazint.
Bemutatták Karol Wojtyla, az Aranyműves boltja című ifjúkori művét. Második Szent János Pál pápa műve három idősikon játszódik, egymásba fonódó monológokon keresztül adja ki három pár történetét, rajtuk keresztül beszél az emberi kapcsolatok sokféleségéről. A Vörösmarty Színház és a Magyar Állami Operaház koprodukciójában Szikora János rendezésében rövidesen bemutatják Karol Wojtyla, a nemrégiben szentté avatott második János Pál pápa az Aranyműves boltja című fiatalkori színpadi művét. Az 1960-ban született verses dialógus középpontjában három pár áll, akik egy gyűrűért mennek az Aranyműves boltjába. A filozófikus szöveg a párok történetének bemutatásán keresztül járja körül a szeretet és a házasság szentségének témáját. Az opera előadásában a lengyel drámaíró mellé a Karol Wojtylával barátságot ápoló, mindig különleges hangzásvilágot létrehozó, a közelmúltban elhunyt kortárs lengyel zeneszerzőt, Krisztóf Pendereckit hívták társul, hogy művei kísérjék a prózai színészek játékát. Mindestova most már lassan 2 éve, hogy Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója megkeresett az ötlettel. Úgy volt, ugye, hogy 2020-ban lesz az Eucharisztikus Világkongresszus, és tulajdonképpen e világkongresszus egyik kulturális programjaként jutott a Szilveszternek az eszébe, hogy meg kéne csinálni Karol Wojtylának egy fiatalkori művét. Hát az Eucharisztikus Világkongresszus elmaradt, 2021-re tevődött át, és most is kérdéses, hogy egyáltalán megtartódik-e majd. Minden esetre a pápa látogatását várjuk, és ebből az apropóból készül az Operaházban, a Vörösmarty Színházzal koprodukcióban Karol Wojtyla az Aranyműves boltja című. És akkor itt egy kicsit elbizonytalanodok, hogy mi is ez, miről is beszélgetünk, meg hogy kerül a Vörösmarty Színház az Operaházba, most ez egy opera vagy nem opera? A nézőknek annyit mondjunk talán el, hogy Karol Wojtyla fiatal korában Krakkóban egy egyetemi színjátszókörnek volt a tagja, szívesen színjátszott, sőt rendezett, és számos darabot írt. Ezen darabok közül a legismertebb az Aranyműves boltja. Ebben az időszakban Krakkó egy másik, később nagyon jelentős személyiségnek adott otthont, mint diák, és ő nem volt már, mint Krisztóf Pendereczky. Pendereczky a kortárs lengyel zene egyik legnagyobb zeneszerzője, sajnos már nincs közöttünk, noha pár évvel ezelőtt még, amikor engem megkeresett Ókovács Szilveszter, akkor Pendereckit is megkereste. Miért Pendereckit? Azért, mert ők jól ismerték egymást Wojtylával, együtt voltak diákok, és egy szellemi közösséghez tartoztak. Ez a szellemi közösség az, ami összekapcsolta ezt a két embert, de még nem kapcsolta össze a két művet. Ez a feladat rám várt. Nagyon megtisztelő a feladat, hogy Karol Wojtyla szövegének és Krisztóf Pendereczky zenéjének egy különleges, sajátos ötvözetével kedveskedjünk majd a nézőknek. Kiemelt és rendkívül felelősségteljes feladat, annyi szent. Miként viselik a színészek ezt a különlegességet? Szokatlan, hiszen képzeljük el, hogy adott egy vonós négyes, Krisztóf Pendereczky egy vonós négyese, és a vonós négyes zenészeik közé ékelődnek a színészek, és miközben hol a szöveg alatt, hol előtte, hol utána folyamatosan szól a zene, ők a zenéhez alkalmazkodva a maguk verbális és színészi eszközeivel adják át a nézőnek a mondani valót. Tehát a szöveg és a zene fizikálisan is egy térbe helyezve, kölcsönösen, mint egy ilyen különös staféta, egymásnak adják, veszik a labdát. Hogy tulajdonképpen, mondok egy konkrét példát, és akkor ezzel talán jobban megvilágítható, ez a különös együttese a szövegnek és a zenének. A darab egy részletében az egyik szereplő odafordul a másikhoz, és azt kérdezi tőle, mire gondolsz, Anna?
és akkor Anna, a szereplő, nem válaszol, nem mondja el, hogy mire gondol, mert talán az ő gondolatai és érzései szavakkal nem is kifejezhetők, és abban a pillanatban erre a kérdésre a zene adja meg a választ. Hát így kapcsolódik, ölelkezik szöveg és a zene ebben a különös színpadi alkotásban. A darab fehérvári művészei Tóth Ildikó, Varga Gabriella, Ballér Bianca, Gáspár Sándor és Kovács Tamás lesznek. Az előadás ingyenesen elérhető április 3-án 19 órától április 5-én éjfélig az Operaház Facebook oldalán és az origo.hu oldalon. A Szabad Színház is online térbe költözött, Nagy Judit társulatának három előadása is megtekinthető az E-Színházban. Nem kicsoghatunk két hónapon keresztül egy kokkespánia miatt, érted? Tehát el kell fogni, hogy bőből már nincs több. Székesfehérváron a koronavírus járvány sem szabhat gátat a színházi előadásoknak. A Szabad Színház három darabot felölelő kínálata, egy fekete komédia, egy kamaradráma és egy szocióbörleszk is megtekinthető az online térben. Koronavírus járvány más nem is, de meghozta az online tér hódítását a teátrumok életébe is. Nem kivétel, sőt élen jár ebben a Szabad Színház. Most értesültünk róla, hogy újabb három fantasztikus egykori darab, egykori, hát jelenleg is friss darab kerül a nézők elé. Igen, igen, Mika Miliahó Pánik, illetve Tallér Edina a Kaliforniai Álom és Urbán Péter a Három Erdődi című előadását láthatjuk most, és hát szeretnénk is műsoron tartani, ezek elérhetőek a szabadszínház.hu-ról, illetve a Szabad Színház és az Igéző Facebook oldaláról, és tervezünk olyan előadásoknak a további felvételét, streamelését, amelyben a járvány korlátozó intézkedések betartásával, néhány szereplő közreműködésével tudjuk megvalósítani az előadásokat, így például a Márai az igazi felvételét tervezzük, mert ebben az előadásban lesznek olyan szereplők, akik már be vannak oltva, vagy átestek a betegségen, így biztonságosan megvalósítható ez a felvétel. Tudjuk, hogy eddig is működött az E-Színház, a Szabad Színház életében. Milyen tapasztalataid vannak, mennyire fogadták el az emberek, mennyire érdeklődnek iránta? Van, aki még idegenkedik, de van, aki abszolút pozitívan fogadja, és ami számunkra nagyon kedves, hogy a határon túli magyarok is meg tudják nézni ezeket az előadásokat. Például, és nem csak azt lehet mondani, hogy a Nagy Magyarország területéről, hanem a tengeren túlról is, mert Kanadából is néznek bennünket. Ezeket egyébként a jegyvásárlásokból tudjuk, és Németországban is vannak olyan magyarok, akik nagyon szívesen kattintanak ránk, aminek én személy szerint nagyon örülök. Tehát bizakodóak vagyunk, ugyanakkor nagyon fontos, hogy terveztek-e további olyan előadásokat, tehát megmarad-e az online tér a jövőben is? Én azt gondolom, hogy át kell alakulnia, igen, a színháznak is, hogy valószínű, hogy meg fog maradni pont azért. Nyilván a színház, ahhoz hozzátartozik a közönség is, és az az élmény, ami ott jön létre, az nem jön létre az online térben. Viszont vannak olyan előadások, nem mindegyik előadás alkalmas erre, amely alkalmas arra, hogy akár online közvetítésen keresztül élvezhető legyen. És azt gondolom, hogy azok az emberek, akik idősek, betegek vagy mozgássérültek, a jövőben is meg fogják találni ezeket a lehetőségeket. És hát nagyon remélem, hogy a gyerekeket is le tudjuk kötni, hiszen van nekünk utánpótlás csoportunk is, és most éppen azon dolgozunk, hogy velük is olyan multimédiás tartalmakat hozzunk létre, amelyeket ők élveznek, és meg is tudjuk valósítani. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!